Mivel a Baróton június 1-én a kicsengetések voltak, ezért a gyereknapot másodikára terveztük, és mivel második a vasárnap, ezért úgy gondoltuk, hogy jó lenne akkor egy családos istentisztelet keretében megünnepelni a gyereknapot, és ez a családos istentisztelet igazából már egyházunkban néhány helyen már gyakorolják ezt a fajta istentiszteletet, amelybe bevonják a gyerekeket is, mint például Sepsiszentgyörgyön, vagy éppen Budapesten, Baróton vannak helyek, ahol ezt már gyakorolják, és reméltem, hogy Felsőrákoson is majd jól fogják fogadni. Egy ilyen alternatív istentisztelet volt, amiben a gyerekeké volt a főszerep. Ez abban állt, hogy próbáltuk elkészíteni azt a templomot, amelyet őseink is elkészítettek, csak éppen a templomon belül, kövekből, pálcikákból, háztetőből, és egy kis harangot is tettünk bele. A gyerekeknek ez szerintem egy óriási élmény volt, bár olykor ütközünk akadályokba, hogy a Bábel tornya is épült, a mi tornyunk, és mai napon így épült az istentisztelet keretében is, és utána a gyerekeket megkértük arra, hogy rajzolják le a családjaikat, hiszen az ők válaszaik alapján a templomban emberek is ülnek. Ettől lesz teljes a templom, és nem csak egy épület, hanem Istenháza, a mi közösségi terünk, hogy mi benne vagyunk. És ezeket a családokat lerajzolva betették a templomba. Volt szerencsére annyi család a mai nap a templomba, hogy az általuk megépített templomba be se fértek, hála jó Istennek, ezért a templom köré is elhelyeztünk a családokat, hogy lassan-lassan, ahogy az embernek ugye a mindennapokban is működik. Néha csak a templom köré gyűlünk össze, és elfelejtünk a templomba is bemenni. Ez azt hiszem, hogy egy szép szimbóluma volt a mai istentiszteletnek a közösségi életünkre, és remélem, hogy ezek a családok mind-mind bemennek majd a templomba, úgy, ahogyan a mai napon is. Igazából erről szólt, a gyerekekkel együtt imádkoztunk, együtt énekeltünk, és próbáltuk ezt a családi hangulatot bevinni egy hagyományos istentiszteletbe, egy hagyományos templomba, ezáltal is oldva a korosztályok közti határokon. Úgyhogy remélem, hogy a mai nap egy hídépítés volt ilyen szempontból a gyerekek és a felnőttek között, Isten és emberek között is. Segíts minket minden jóban, figyelmeztess minden rosszban. Haladásunk, hogyha látod, legyen rajtunk szent áldás. Igen, ezt szerettem volna a mai nap átadni, hogy mindannyian értsük meg gyerekektől felnőttekig, hogy a templom úgy válik igazán szent helyé, hogyha mi benne vagyunk. Mert a gyülekezet nélkül a templom önmagában csak egy ősi értéket képez. És remélem, hogy ezt így ezáltal, ahogyan te is mondtad, hogy kérdezgettem őket, hogy ők maguk adták meg a válaszokat, így sokkal érthetőbb volt az üzenet mindenkinek. Amiről szólt a mai istentisztelet is, hogy tegyük élővé a gyülekezetet, és sokszor mondtam, hogy reményteljes jövőt szán nekünk az Isten, és én ebben nagyon hiszek, és hiszem azt, hogy a gyermekeinkben van a jövő, bennünk is, mi tesszük ezt a teret olyan térré, ahol együtt lehetünk, ahol boldogok lehetünk, és azt látom, hogy az emberek egyre inkább eltávolodnak a templomtól, a templom környezetétől. Sokszor jönnek konfirmálók, akik még soha nem jártak be a templomba, hozták, mikor keresztelték, vagy éppen a papilakra. És az volt az elképzelés, az volt az álom, hogy majd megtelik a papilak gyermekhanggal, megtelik felnőttekkel, és a gyerekek majd szépen lassan megfogják a szüleik kezét, és elvezetik őket is ide.
így gondoltunk arra, hogy mi lenne jobb, mint egy játszótér a gyerekeknek, és mivel a faluban nincsen játszótér, mert mind az iskola, mind az óvoda már kicsit rossz állapotban van, nem futja a játszótérre, ezért a gyerekekkel együtt egy kis sugalmazás által megálmodtuk a játszóteret. És nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, anyagi hátteret teremteni ennek az egésznek, és karácsonykor a fiatalokkal, az egyletes fiatalokkal jártunk kántálni, már több éve járnak, de azon az alkalmon kaptak a közösség részéről anyagi támogatást, és úgy döntöttünk, hogy ezt az anyagi támogatást a gyerekekbe fektetik a fiatalok. De mivel ez nem volt annyira sok, ezért még kellett mellé, és a tavaly adventben megszerveztük a gyerekekkel a karácsonyi vásárt, itt a templom előtt, ugyancsak a vallásórán elkészített különböző ilyen karácsonyi díszeket eladták a gyerekek végül is a szüleiknek, és abból is gyűltek kis pénzt, együtt ettünk zsíros kenyeret, forralteját, énekeltünk, és akkor is gyűlt, de még mindig nem volt elég, úgyhogy a gyerekek mondták, hogy fessünk táblákat, és sztrájkoljunk, és gyűjtsünk pénzt, és akkor eldöntöttük, hogy de akkor valamit nem csak táblákkal kell, hanem szépen kell gyűjteni, hát tanuljunk meg énekeket. És így tanultuk meg azt az éneket is, amit most Isten tisztelet végén énekeltünk, ami erről szól, hogy templomunk az Isten háza, és gyermekeit hívja, várja. Öröm nekünk együtt lenni, imádkozni, énekelni. Ezzel a dallal meg az álmodtam egy világot magamnak, ami a játszótér teret jelenti most ebben a kontextusban. Elindultunk a faluban, és minden házhoz bekopogva elénekeltük ezeket a dalokat, és megkérdeztük az ott lakókat, hogy tudnának-e bennünket támogatni abban, hogy építsünk egy játszóteret. És a közösség mondhatni teljes odaadással kiállt a cél mellett, azok is, akiknek éppen nincsen gyerekük, vagy még az unokák sem itt élnek, mindenki érezte ezt az álmot, valahogy mindannyiunk álma lett, hogy akkor tegyünk együtt. És azt hiszem, hogy ezek az apróságoknak tűnő dolgok teszik egészé ezt a közösséget, és több mint 3 héten keresztül jártunk minden kapuba, minden utcába, és gyűjtöttünk pénzt erre a játszótérre. És ez ma áll, ma felavattuk, és remélem, hogy minden nap lesz rajta majd gyermek. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt, adj erőt, hogy be tudjak lépni, na gyerekek, ki fog a legtöbbet maradni? Ki fog a legtöbbet itt lenni a játszótéren? Voltak alkalmak, amikor a gyerekek még mondták, hogy de még hova kell menni, hogy fárasztó volt, de hogy mindannyian tudták, hogy akarnak játszóteret, hogy szeretnék, hogy meglegyen ez, és ahhoz szükségünk van arra, hogy végigjárjuk. Nagyon lelkesek voltak a gyerekek, táblát festettek, amin írta, hogy játszóteret szeretnénk, és mindenhol, nem én mondtam, mi csak kísértük őket, vezettük őket a kántor úrral együtt. Ők kérték, ők mondták el, hogy mit szeretnének. Volt, ahol megkérdezték, hogy mi lesz a játszótéren, és ők mondták az elképzeléseiket, úgyhogy nagyon izgalmas időszak volt. Lassan, vigyázz az ollóval! Vigyázz! Feléritek-e? Álj csak ide! Feléred-e annak is? Viszem el fel annak! Na, 1, 2, 3... Hoppá, adjuk vissza. Jó, de nehezen épül ez a játszótér. Jó nehéz ez a csaj, ugye Krisz? 3, még van egy utolsó kecintés.
Jó! Szabad a pálya a gyerekek! Nagyon szépen köszönjük papnéni, Kántor bácsi, hogy megvédesünk az olyan szótén. Használják egészséggel a gyermeket, és köszönjük szépen még egy. Mi is köszönjük, még bővülni fog a játszótén. Most így itt ülve, beszélgetve és lenézve az udvarra, látva ezt a sok gyereket és szülőt, ahogy együtt vannak, ezt szerettük volna, és remélem, hogy a jövőben is sok ilyen alkalom lesz. Nem csak akkor, mikor felavatjuk, hanem meg tudjuk mindig tölteni. És azt hiszem, ezek a pillanatok, amik megérik minden fáradtságot. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Adj elő, hogy be tudjak lépni, amikem a magas falat előtt. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt. Adj elő, hogy be tudjak lépni, amikem a magas falat előtt.